A vádirat szerint a férfi 2022. szeptember 2-án és október 30-án is lopott Szolnokon. Először egy drogériából a ruhájába rejtve parfümöt, majd egy élelmiszerüzletből ugyanilyen módon alkoholt. Az élelmiszerüzletben megjelent másnap is, és újra alkoholt próbált lopni, azonban a biztonsági őr rajta kapta és feltartóztatta. A férfi 2022. október 19-én éjjel egy helyi gyorsétterem fotocellás ajtaját felfeszítve bement az étterembe, és ott a kiszolgáló pulton rögzített adománygyűjtő dobozt felfeszítette, és azzal épp távozni készült, amikor az étterem egyik dolgozója őt ebben megzavarta, így mind a perselyt, mind a benne lévő pénzt hátrahagyva távozott a helyszínről. Még ugyanezen az éjjelen a férfi egy szolnoki kertesház udvarára bemászott a kerítésen keresztül, és ott a bejárati ajtó mellett lévő kültéri lámpát letörte, majd épp a hátsó ablakredőnyét igyekezett felfeszíteni, amikor őt a tulajdonos megzavarta cselekménye közben, így a helyszínről távozni kényszerült. Az ügyészség a már büntetett, jelenleg más ügyben letartóztatásban lévő férfival szemben letöltendő fogházbüntetés kiszabására, közügyek gyakorlásától eltiltásra, valamint a lopással okozott kár megfizetésének kötelezésére tett indítványt a vádiratban. Az ügyben a Szolnoki járásbíróság fog dönteni.